tényleg szabálytalankodtak vele szemben. Nincs kint. El is visszafejeli, óriási kurucvéd. A második óriát. Hát ez passzentos, de lehet, hogy nem volt kint. Pecs. És a siófok miatt is az. Báj. Nagyon mozgékony, és nem rossz, Tarabáj! Életre való kis lövés volt. Kurut először még két kézzel ment érte, de aztán maradt egy, hiszen elég messze került. Ide. Rezesnek hagyta a labdát, Rezes viszi be középre. Rezes lövi rá, és Kurut véd óriásit, és aztán fejes ér oda. Íme még egyszer Rezes. Itt nyílik meg a lehetőség arra, hogy lőjön. Óriásit védett Kurut. Ugyan bevetődött, mint a jégkorongban ott két ember, de végül is ellőtte fölöttük a labdát. Ennek, hogy kelljen fel, ne játssz el a nagy halát. Megint Kulcsár léphet ki. Kulcsár és Nyári. Kulcsár lő. Kivédi azonban a lövést. Ime még egyszer. Kulcsár újabb ígéretes. Heffler benéz középre, látja, hogy vannak érkezők, és így lett veszélyes, hogy nem ért hozzá senki. Itt van még egyszer, ahogyan alányul, és pont emiatt. Csinak. Rácsi laposan. Ez nagyon rossz helyre ment, Gyurcsó és Kurucz. Egy rosszul sikerült felszabadítási kísérlet, Gyurcsó azonnal kapu. Szaparics. Két üres ember is középen, mekkora átvédett Kurucz. Első félidő első perceiben volt egy jó lövése, és most is jól lőtte rá a labdát, állítottból, szabadból, Kurucz mentett. Szép volt mind a két fél részéről, a szabadrúgás is és a védés is. Két tagú sorfal, kapura lőtt labda, és Kurucz a badrúgást a léc fölé tenyerelni. Körbeveszi Egerszegi, valamint Fehér Zsolt. Fehér viszont sokat várt, és itt az első helyzet a meccsen, Kurucz! Heffler közben, majd Weyer fordul le, a veterán csatár alaposan megdolgoztatta Kurucot. Jóni Csukic csapott le a labdára, és Csukic el is lövi. Kijön a kapussal, fejes takarít, rögtön az első. Marics Fehér mellett elhúzza, aztán lövi kapura, és megint Kurucz itt ki oldalra, most viszont nem volt érkező ember. Tata csak a Győrnek van. Csukics lő messziről, Kurucz simítja oldalra. Józsi szabadrúgása. Ott a fejes, kipattan. A pardobás után pedig már Varga. Egyből lövi be középre a labdát, nagyon csúnyán aláfutottak ott a siófokiak. Itt lehet látni, hogy lecövekelnek a siófokjak, és két kékmezes közül Quintero. Dóci fölpörgeti a labdát Griffithsnek, messzire kijön a kapus, és odaért Kurucz. Felipe Oliveira kanyarintja vissza Kurucznak, ezzel több dolga van, de maga biztosan megoldja, mint ahogy eddig mindent a siófoki kapuban. Besics felé-veli, Kurucz érkezik a kapujáról. Rideke nagyon sokat dolgozott. Kurucból, faképnél is hagyja Fehért, viszi az alapvonal felé, be is tudja adni a labdát, Kurucz nyújtózott. És a rövid oldalon. Hoppá, Kurucz. Azért olyan magasra föl tudom. Tóth Balázs kiváló indítása, Kurucz. Fejjelzi tekintetben is kiváló ez a védekezés. Itt van Kurucz tisztázása. Kettőzött erővel küzd most a siófok. Griffiths helyzetben is belelövi a labdát végül is Kurucba. Óriási, jól mozdult ki a kapujából, és nagyon közel került Griffithshez, illetve a labdához, és nem tudta ellőni. Csukic mindenket lerázza magáról, Csukic szép labdát adott, Böde maga elő varázsolja. Túljutott, még egy ember kipipálva, Álvarez már csak egy jó beadás kéne. Ott van Gomes fejes, elakad, aztán mellé. Verni a bal oldalon. Fölnézett, ládlabda, pompás labda középre, ahogy Gomes rábólintott, egy védő blokkolt, és aztán az ismétlésnél végül is ismét Vitor Gomes. Gál ér vele vissza, nem ér vele vissza, Árc is 16-oson belül már Griffiths, és rávetődik a kipattanó labdára Kurucz. Bori lép ki, be tudja még adni, és ez most egy komoly védés Kurucztól. Most már igen, tehát el lehet végezni. És nem is volt az rossz, bizony résen kellett ott lenni Kurucz. Parályba, remek lefordulás. Még mindig nála van.
és aztán a megpattanó labda. Ott van Tóth Bence, nem lőtte ezúttal Quintero. Az alapvonalról erőből lőtte be, és Takás lábáról pattan kifelé. Egy picit Kuruc is hozzáért, így jön a szöglet, Kuruc öti ki. Játékvezetőre, hogy miért nem fújtak, hiszen szerinte szabálytos. Ez most Józsié, Kuruc üti ki. És? Kuruc boxol bele a labdába, és üti ki. Bele boxol a levegőbe. 10. perc közepén Vladan Savic oda a rövidre a sűrűjébe, épp hogy ki tudott emelkedni a konzerv. Lázok beemeli a kapu elé a szögletet. Kuruc a védőnek is szólt, hogy vigyázz. Az biztos, hogy gólzáporos összecsapás nem lesz, viszont ha születik gól, az nagyon-nagyon jó. Pásza Volcs. Kuruc. Elég régen volt már veszélyeztetve a siófoki portás kapuja. Szépen türelmesen. Berics fejéről hátrafelé. A többiek előre menjenek. Zamosnyi. És végül innen rúgja ki. Egy kellemetlen kinklövés, pattant egyet Kuruc. Csukic gyorsít fel, három embert hagyott ott. Jó kis lövés volt, de pontosan oda ment Böde lövése, ahol Kuruc. Csapatában 11-szer lépett pályára, és egy gólt szerzett Deák. Kurucot kínálta meg egy jó kis lövét. Okuka sprinttel a jobbján, Bőle húz befelé, és lövőhelyzetben találja magát Kuruc. Cingi a bal lábával azért nem nagyon mert lőni, Bertus viszont azzal fog, meg is van Kuruc. Most nagyon magabiztosan. Adott is ott hagyja, Bőle vissza, Kuruc. Ellen Kecskés mellett Szakály, szépen lyukra fukott ott Szidibe, és aztán a lövését megcsípte Kuruc a rövid saroknál. Lábáról a labda. Haraszti, ez sem veszélytelen, hiszen Gyurcsó villámgyors. Kecskés ér vele vissza, Gyurcsó megcsinálja a csel, de szép volt. Kovács, Méto, hosszú. Egy szűkebb, rövidebb. Félhez, Gosztonyi. Jön a kapus és segít Fehérnek. Idibe. Hoppá, ez nem biztos, hogy szerencsés volt elengedni, mert Rezes. Koulibaly, nyári van gondban, Koulibaly még mindig, Kuruc, másodszorra megvan a labda. Hosszú volt Mernak. Koulibaly, Szidibe, és elakad a labda végül is, azt követően, hogy Szidibe lőtte. Rúgás Győri részről tehát. Pátkai, Kuruc. Mire lesz képes a Siófok 10 ember? Ajti. Marics felé jön a labda, de már eleve úgy helyezkedett Kuruc, hogy érezte, hogy ebből egy hosszú indítás lesz. Kuruc. De. Kuruc. Biztos kézzel, hiszen pont oda hullott a kezébe. Kuruc. Talán itt támadná Kurucot, de ott van nála a labda. Hatalmas kidobás, egészen át a másik térfélre. Kuruc végezte el a szabadrúgást, Korhut keres, aztán Kurucnál köt ki a labda. Diósgyőnek óriási előnyt jelent természetesen a szurkoló tábora. Nem véletlen az, hogy Tóth indít. Vetődött rá a labdára. Ez hozzá kell, hogy tegyem, hogy már nagyon-nagyon sok siófoki játékost kerestek meg. Mind a két kapus egyszer-egyszer foglalkoztatva volt. Szeidi.
Nagy labda Nikolistól, Neto, jön elé Kuruc, és némi szerencsével hárít. Kai, egyelőre messze még a kaputól. Szakály tovább játssza a labdát, és Rezes nem tudta átvenni, de még így is megvolt egy pillanatra. Jából. Nagyon rossz a beadás, Ionescu. Ez viszont jó kiugratás, Tököli, jól jött Kuruc is a kapujából. Koulibaly felé megy a labda, és Kuruc jól érezte, hogy most együtt kell élni. Kuruc még időben. Genner, maga elé piszkálja, Mogyorosi pedig várta a kapust. Tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy posztra történt a cseréje Kondás Elemérnek is. Passz, gólpassz érkezhet Mitrovicstól, Kovácstól kezdve, ugye lehet sorolni a neveket, bár elsősorban. Kuruc labdájára Máté és Juhász helyezkedik, Juhász a túloldalon egy kecskés helyzet, tulajdonképpen egy-egy igazán komoly lehetőséget jegyezhettünk föl. Koulibaly hátrányból Timár Krisztiánnal szemben, Kuruc. Ezt most jól játszotta meg lábbal a siófoki a kapusa. Pontatlan volt az átadás, Deáktól kerül haza. Kuruc egyből megjátsza. Megint csak Kuruc, Deák, Kuruc, és Deák, Deák egyelőre, mint Mirmu. Hello, let's go, just know. I love the way you do it, how you take it to the flow. Show 'em how you do it.